Ön a Matthias Korvinus Kollégium az MCC podcastját hallgatja. Tudjon meg rólunk többet az mcc.hu hollapunkon, Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon, valamint olvassa professzoraink, külsőszerzőink és diákjaink írásait korvinák.hu tudásbázisunkon. Köszöntöm a kedves hallgatókat az MCC Karrier és Alunni Központ legújabb podcast adásában, ahol Bartalos Éva alunna lesz a vendégem, akivel az MCC-s évekről, karrierről és annak alakításáról fogunk beszélni. Köszönöm Éva, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Sziasztok, én is nagyon szépen köszönöm a meghívást. Először azt szeretném tőled kérdezni, hogy hogyan kerültél annak idején az MCC-be, és hogy honnan hallottál az intézményről? Én nagyon hosszú pályát írok le az MCC történetében. Én már a középiskolás programban is részt vettem. Felvidéki múltam vagy származásom alapján oda is elért az MCC-nek a híre, és mivel számomra mindig nagyon fontos volt a, a tanulás, az ő fejlesztése ezért nagyon nyitott voltam különböző programokra, amelyek az oktatás mellett még extra tudást, ismeretanyagot tudnak adni számomra, és így begyűrűzött a híre, hogy van ez az, az MCC-nek egy középiskolás programja, ahol különböző modulokat lehet tanulni, és csatlakoztam, nagyon élveztem, és úgy alakult, hogy a Corvinus Egyetemre jelentkeztem a gimnáziumi tanulmányaim után a nemzetközi tanulmányok szakra, és akkor ez egy szuper kombináció volt, hogy amellett, hogy az egyik legnívosabb egyetemen tanulhatok Magyarországon, egy fantasztikus, multidisciplináris szakkollégiumnak lehetnék a tagja, és jelentkeztem, felvételiztem 2005-ben, és sikerült bekerülnöm, és onnantól kezdve indult el az MCC-s igazi egyetemista életpályám, és természetesen 2010-ben, amikor végeztem az egyetemen, akkor volt egy újabb program, egy lehetőség, amit uh, sikerült megcsípni, ez a Hubble program volt akkor, Hungarian American Business Leaders Program, ez a Quinnipiac Egyetem és az MCC közös ösztöndíj programja volt, és arra is jelentkeztem, és ott is uh, sikerült bejutni így uh, az MBA programba, és két évig kint tanultam Amerikában. Ott jött egy hosszabb szakasz viszonylag az életemben, amikor külföldön éltem. Tíz évig Amerikában és Németországban kezdtem el a karrieremnek az építését. Ott mondjuk annyira aktívan nem tudtam így részt venni az alumni élet életben, vagy programokban, de utána 2019-ben visszaköltöztem, és eléggé aktív tagjává váltam az MCC alumni társaságnak, csoportnak, programoknak, egyrészt különböző képzésekben, és persze társasági eseményeken is részt vettem, de emellett nagyon fontos volt számomra, hogy a katedra programba is csatlakoztam, mivel egy idő után, tíz év szakmai tapasztalat után fontosnak tartottam, hogy így a diákoknak tudjak visszaadni Azokból a tapasztalatokból, tudásból, amit mind külföldön, mind itthon megszereztem. És ez volt az egyik ilyen fontos mérföldkő. A másik fontos mérföldkő, hogy a PHD Publikációs Ösztöndíjra is jelentkeztem az MCC-ben és ezt is sikeresen tudtam abszolválni, és nagyon sokat tudtam fejlődni az akadémiai világban. Ugye a, azt hozzá kell tennem, hogy a versenyszféra mellett elkezdtem a kutatást, szintén a Corvinus Egyetemen elkezdtem a PHD programot, és ennek keretében itt is sikerült közös meccispontot találni az MCC-vel. Egy nagyon jó bevezetőt mondtál, és igazából segítettél is ezzel nekem, hogy, hogy ne minden kérdést külön vezessek fel, de már itt köszönöm, hogy tulajdonképpen röviden bevezettél a karrieredbe, meg hogy az MCC-ben miket is, miket tanultál, vagy hogy aztán hova jutottál el az MCC-nek köszönhetően. De kérlek, mesélj bőven a tanulmányidról, az MCC-s tanulmányidról, meg térj ki az MCC-s közösségére is, hogy te ebben milyen szerepet vállaltál. Oké, okay. hát ö, amikor ö, a Corvinus Egyetemen elkezdtem a tanulmányaimat, akkor ö, ö, ugye szakkolit is párhuzamosan elkezdtem, és ö, akkor még a Somlói út 51-en laktunk. Ö, kb. 90-en voltunk, 90-en, 100 így összességében a mi évfolyamunkon 25 nagyon okos és széles látókörű emberek gyűltek össze, ö, különböző ö, tanulmányi háttérrel, és hát engem teljesen beszippantott ez a világ. Egyrészt nagyon fontosnak tartottam azt, hogy az egyetemi tanulmányaim mellett, a nemzetközi tanulmányok az is egy nagyon érdekes és új szak volt akkoriban, 2005-ben, de hogy ez mellett még tudok extrán nyelveket tanulni, és nagyon jó tanároktól tudunk logikus gondolkodást tanulni, ugye voltak logika 1-2 óráink itt az MCC-ben, és az angol száz úgymond gondolkodás módj, módszerével megtanultunk különböző elemzéseket írni, ami számomra nagyon fontos volt, és nagyon sokat tudtam, akár most is így a szakmai életemben, Totál tudom használni ezeket a skilleket, amiket ott akkor elsajátítottam. És hát alapvetően adott volt számomra az, hogy mivel nemzetközi tanulmányokon tanultam, akkor a Nemzetközi Kapcsolatok Szakirányra jelentkeztem másodévtől, és hát fantasztikus élményekben volt részünk. <laughs> Tényleg ö, ö, nagyon ö, jó tanulási módszert tudtunk elsajátítani, inkább az analitikai, kritikai gondolkodásmódra ösztönzött minket a kis létszámú úgymond csoport, amiben dolgoztunk, és hát persze így a közösségi élet is szuperul ívelt, nagyon szerettük a kollégiumi összejöveteleket, esti beszélgetéseket, ezek szinte mai napig visszahozom így emlékeimben, szóval ezek így örök Pillérét jelentik a társasági, szociális életemnek, nagyon sok barátra, leltem szert, és azóta is tartom velük a kapcsolatot. Szóval a közösségi élet az, az tényleg top volt, azon felül, hogy szakmailag nagyon sokat nyújtott a kollégium. Nem beszélve az esti előadások, azokat nagyon élveztük, hogy különböző tényleg az egyik legjobb, legprofibb előadók jöttek hozzánk előadásokat tartani, és mindig is azt éreztük, hogy ott a Gellért hegyen egy ilyen nagyon különleges csoport alakult ki, és bármiben tudtunk nyíltan diskurálni egymással. És hát persze a közösségi életben bálokat is szerveztem, szóval így nagyon aktívan igyekeztem minden percét kiélvezni ennek a, az egyetemi éveimnek. Ez mellett szakmai konferenciákat is, például a Visegrádi négy konferenciát szerveztünk többen a társaimmal, szóval ami arra fókuszált, hogy hogy kellene ezeknek az országnak nem csak politikailag, hanem gazdaságilag is együttműködni. Szóval így tényleg diplomatákat, gazdasági vezetőket hívtunk meg ezekre a konferenciákra, akkor egészen fiatalon, szóval ez is egy óriási szakmai töltetet adott. A következő kérdésem az, az lett volna, hogy milyen előnyökkel jár MCC-snek lenni, de azt hiszem, hogy ezt most így bőven kiveséztük és elmondtad. Úgyhogy én arra szeretnél, arról szeretnélek kérdezni, hogy hogyan alakult az egyetem elvégzése után a karriered. Említetted a finipieket, Igen. de hogy, hogy tulajdonképpen a, akár már a munkaterületét is belevonva, hogyan alakult a karriered. Oké. Okay igazából a Quiripiek Egyetemre azért szerettem volna menni, mert a társadalmi összefüggéseket, a politikai a tudást elég jól magamba szívtam így a nemzetközi tanulmányok és kapcsolatok terén, és így a diplomáciában úgy éreztem, hogy egy nagyon stabil tudásom van, de valahogy a gazdasági része az így nagyon vonzott. És akkor ez egy, egy nagyon jó fit volt arra, hogy hogyan folytassam a karrieremet, és a az mellett, hogy gazdasági tanulmányokat ö, tudtam tanulni a Quinnipiac Egyetem ö, programjában, az MBA programjában, ö, az volt számomra még nagyon fontos, hogy az amerikai kultúrának a különlegességeit el tudtam sajátítani. Mi volt az, amit ott tanultam? Igazából a magabiztosság, a probléma megoldásra való törekvés, az nekem nagyon sokat adott, és egyfajta... Ö, segítséget is nyújtott ahhoz, hogy alapvetően bízzak önmagamban, és hogyha van valami ötletem, akkor azt merjem kimondani, és persze az is nagyon jó Amerikában, hogy nagyon ügyesen tudják csomagolni, előadni az ötleteiket, és néha ezeken múlnak döntések vagy sikeres projektek. Úgyhogy itt ezeket a képességeket próbáltam minél inkább magamba szívni, és utána úgy adódott, hogy a Henkelnél sikerült egy pénzügyi projektmenedzsment pozíciót megnyernem, és ez azért volt izgalmas, mert az mellett, hogy egy hardcore pénzügyi hátteret kellett elsajátítani, és ebben dolgozni nap, mint nap, projekt alapú ö, munkavégzésem is volt, ami azt eredményezte, hogy különböző állat, államokba... Ö, mentem, és ott javítottuk úgymond a folyamatokat, szóval ez is tök jó volt, például Kaliforniában is voltunk, meg Tennessee-ben, meg hát igazából még, ami nagyon sokat jelentett, hogy a tengeren túra is sikerült eljutni, Fülöp-szigeteken volt egy bázisunk, és oda át folyamatokat, és így hat hónapos szakmai tapasztalat után én is a projekt része lettem, és két hónapra kint éltem, Fülöp-szigeten, ami egy teljesen más, távol-keleti kultúra totál más karakterekkel, szóval ahhoz is nagyon sokat kellett alkalmazkodni, de mindenképp nagy kihívás volt. És akkor ott három és fél év után kaptam egy lehetőséget a központba, ugye mindig azért a cégeknél a headquarter, tehát a központ az, az fontos állomás, mert ott vannak az igazi döntéshozatali egységek, és ott meg ez volt a nagy kihívás, hogy a német szigorú, és lehatárolt kultúrában hogyan tudok sikeres lenni. Nyilván megtanultam a pontosságot, az időbeosztást, meg a struktúrátságot, ami itt nagyon fontos volt. És hát utána jöttek személyes, úgymond. Fázisok az életemben, hogy megszületett az első kislányom, szóval volt egy kis rövid szünet így a karrieremben, és ezt is jónak tartottam, mert ilyenkor fel tud töltődni az ember. Úgyhogy ez nagyon szuper így a női társadalomnak, de biztos, hogy ti is férfiak tudtok találni ilyen állomásokat, amikor sikerül egy kicsit kitisztítani az agyat és energi energiát nyerni. A pihenésből. És 2019-ben költöztem vissza Magyarországra, tíz év után ez így nagyon hiányzott az itthoni légkör, nagyon jó volt külföldön, de tudtam, hogy egyszer mindenképp visszatérek, és itt szerettem volna kamatoztatni a tudást. És akkor ennek, ennek köszönhetően tértél vissza Magyarországról, hogy született, vagy hogy családot alapítottatok? Vagy vagy valamilyen más behatása is volt ennek? Igen, itt, itt annak volt nagy hatása, hogy igen, látni azt, hogy van egy gyermeked, és távol a gyökerektől úgy nőjön fel, az, az nekem egy, egy nagyon nagy, erős indítógom volt arra, hogy oké, okay, ezt most kell meglépni. És addigra úgy éreztem, hogy elértem azt a tapasztalati szintet, amit mondjuk külföldön maximalizálni tudhattam. Nyilván ez, ez, egy never ending story, tehát mindig lehet folytatni, de ez mindenképp egy ilyen személyes kapocs volt, hogy, hogy vissza szeretnék jönni. Persze ez mellett nagyon hiányoztak a barátok, meg a család is, és hát elkezdtem keresgélni szakmai út után, mert a karrier fontos volt, hogy tudjam folytatni, ugyanazzal a lendülettel, amivel elkezdtem, és akkor így jött elém a mol, mint egy ilyen nagyon jó lehetőség. Mindig is érdekelt az energiaipar, és most úgy éreztem, hogy akkor ezt meg kell lépnem, és 2019-ben csatlakoztam is a vállalathoz. Értem. És ennek a karriernek a megtalálásához vagy az alakításához volt szükséged a PhD-hez, amit említettél a podcast beszélgetésük elején, vagy hogy, hogy ez mi volt ezzel tulajdonképpen a célod? Ö, igen, tehát azért az energia egy nagyon komplex iparág, és ö, itt szerintem nagyon fontos, hogy nem csak ö, ugye szimplán Gazdasági és verseny szférára kell alkalmazkodni, hanem az energiát nagyon befolyásolja a szabályozói légkör is. És, és úgymond a biztonság is egy adott államnak vagy országnak, ez abszolút része az energia. És úgy voltam vele, hogy amikor elkezdtem dolgozni 2019-ben a molnál, a downstream üzletágat ö, ö, támogattam, akkor ö, még csak pénzügyileg, akkor így nagyon elkezdett foglalkoztatni a fenntarthatóság témája. Energiaipar, fenntarthatóság, itt akár <laughs> csillagászati ö, távolságokra is elmehetünk, mert óriási az a lehetőségtár, amit itt fel lehet fedezni, és amin itt lehet dolgozni. És arra gondoltam, hogy hogy szeretném a, a képességeimet arra is használni, hogy az akadémiát és a a versenyszférát közelebb hozzam egymáshoz. És az akadémia is tud olyan képességeket adni, amit mondjuk a versenyszférában lehet alkalmazni, és ez így vice egymásra hat. Úgyhogy igazából a kérdésedre a válasz. Először szakmailag, karrier szempontjából láttam, hogy az energiaipar mennyire fontos eleme egy társadalomnak, egy országnak, és utána ez a fenntarthatóság és az átalakulás, a zöld transformáció, ez indított el azon az úton, hogy ezt mindenképp akadémiai szintre szeretném vinni, és mélyebben elmélyülni benne. Említetted, hogy az akadémiai világ és a versenyszféra egymásra hat, és hogy összekapcsolható. Ki tudná emelni néhány dolgot, hogy a, a kutatás, az akadémiai világ a versenyszférával miként kapcsolható össze? Abszolút. Több aspektust fogok felhozni, nem feltétlenül prioritás sorrendjében, vagy fontossági sorrendben, hanem ahogy épp eszembe jut. Az első dolog az, hogy a kutatásnál, ami nekem fontos volt, ugye, hogyha egy cégnél dolgozol, akkor megvannak a napi rutinok, megvannak a berögzött folyamatok, a, a Ugyanazok, úgymond ö, szervezetek, akikkel dolgozol. Persze azért nagyon változatos egy olyan cég, mint a MOL, de megvannak ezek a keretrendszerek. És amiben a kutatás segít, hogy egy picit így feljebb emeli a gondolkodásodat, sokkal inkább analitikai képességeket szül, és másképp fogod meg a problémákat, másképp struktúrálod a megoldandó kérdéseket, mint hogyha állandóan abban a mókuskerékben dolgozol. Szóval szerintem ez az első ilyen személyes, jellegű. Ö pozitív eredménye annak, hogyha valaki mondjuk az akadémiai életben elkezd kutatni. Főleg az én témám egyébként az olaj- és gázipari cégek transformációja, tehát totál összefügg azzal, amiben, amiben dolgoztam, vagy dolgozom. Utána, ami szerintem még nagyon fontos, hogy amit már említettem az elején, hogy akár a katedra programon belül is, de ugye az egyetemberkeim belül is volt lehetőségem oktatni. És szerintem ez nagyon fontos, hogy a következő generációnak át kell adni az irányokat. Alapvetően egy olaj és egy gázipari vállalat nem feltétlenül egy pozitív képet tud kialakítani a jelenlegi fiatalság Z generáció fejében, viszont tényleg ezek a masszív kibocsátó cégek is próbálnak és tényleg változnak, transformálódnak, és szerintem ez egy nagyon izgalmas utazás, amin keresztül mennek, és itt a fiatalok számára, tehát az utánpótlás, az, az nekünk is fontos egy cég életében, és itt abszolút felelősségünk az, hogy begyűrűzünk az akadémiai életbe, és így ezáltal is el tudjuk érni a diákokat. Szóval ez volt még egy ilyen másik fontos aspektus. És a harmadik pedig az, hogy hogy a, az akadémiát is egy picit arra kell sarkallani, hogy ne csak a teóriák és a, a, a kutatások mentén, hanem nagyon sokat fókuszáljanak az empiriára, a tapasztalati megismerésre, és a publikációk is arról szóljanak, hogy akár egy üzletember is, ha leül és elolvas egy tudományos publikációt, akkor abból ö, tudjon meríteni. És szerintem ez, a kettő világot ezáltal így össze kell kapcsolni. Visszatérve a tudományos cikkre és ennek a tartalmi és technikai részletére, mennyi ideig tart megírni egy ilyen tudományos cikket, illetve milyen felkészülési fázisai vannak ennek? Igen, hát ez nagyon fontos kérdés, mert azért egy, egy tudományos cikket megírni nem egyszerű. Tehát, hogy itt tényleg egy jó év, másfél év is benne van abban, hogy egy sikeres tudományos cikket meg tudjon írni mondjuk egy olyan személy, mint én, akinek nincs, nem volt nagy tapasztalata ebben. Nyilván biztos, hogy évek múltán, mondjuk pár. 5-6 darab cikk után már sokkal gördülékenyebben ö, tud, tud valaki írni, vagy rövidebb idő alatt is tud írni egy, egy tudományos cikket, de nekem ez egy ilyen nagyon jó, masszív másfél év volt a felkészüléssel együtt. És ez, ennek a fázisai úgy történik, hogy ö, nyilván ö, ki kell találni egy jó kutatási kérdést, vagy a cikrek egy jó ö, felvető ö, kérdést, amiköré fel lehet építeni ezt a tudományos ö, értekezést. És ö, egy masszív olvasási fázissal kezdődik az egész, amikor a témádat próbálod minél inkább megérteni, feltárni, hogy mások. Milyen aspektusból foglalkoztak az adott témával, milyen elméletek vannak mögötte. Ez egy, nagyon, ez egy ilyen nagyon kritikus pontja, hogy hogy legyen egy, egy jó alapja, bázisa az adott cikknek. Utána a következő fázisa az, amikor egy egy tudományos cikknél nagyon fontos az, hogy legyen benne empiria. Tehát legyen benne egy tapasztalati kutatás, egy tapasztalati rész, amikor Adatokra vagy interjúkra, tehát különböző ö, elemzésekre, tapasztalatokra lehessen alapozni, ne csak elméleti, hanem ugye a tapasztalati világot is össze lehessen kapcsolni és utána uh, nyilván jönnek ezek a review körök, vagy amikor ugye editálják, átnézik átolvassák ezeket a cikkeket, az is egy nagyon hosszú folyamat, mert beadod egy adott laphoz, egy tudományos folyóirathoz, és ott négyen uh, átolvassák adott esetben értelmezik, kritikákat írnak róla, akkor ilyen többkörös folyamat elindul, hogy nyilván megválaszolod azokat a kritikákat, próbálod orvosolni őket, akkor újra beküldöd, akkor még visszajönnek még ezek a, a, az utolsó simítások, tehát ezek is simán felölelnek egy hat hónapot, és ez talán a legnehezebb időszak, amikor már úgy érzed, hogy kész van, de még mindig egy picit kell rajta formázni, ehhez kell egy nagyon erős elköteleződés is, és ez a disziplína, ez nagyon fontos itt szerintem, hogy hogy valaki ne adja fel, és tudja a kritikát kezelni, tudja feldolgozni. Ehhez is kell egyfajta képesség, és aztán azt a kritikát egy javításra, egy pozitív, úgymond megerősítésre tudja valaki formálni. Szóval itt azért a, a nagyon sok ilyen érzelmi dolgokat is figyelembe kell venni, és hogyha ezek így mind helyén vannak, akkor tud összeállni egy, egy sikeres cikk. Meg hát nem, a, nem csak a kritikának, a befogadásának a képességekkel, hanem, hanem az, hogy te édesanyaként és, és úgy, hogy még dolgozol is mellette, hogy ezt az egészet így véghez tud vinni, úgyhogy én innen is gratulálok ehhez. Köszönöm. E de hogy egy picit a hallgatókat bevezessük a, a PSD publikációnak a tartalmába is, kérlek mesélj arról, hogy, hogy mi volt a, a téma, miért pont ezt választottad, és hogy milyen főbb csapásvonalokról értekeztél. Oké. Okay. A téma az onnan indult, hogy mivel a Molnál elkezdtem dolgozni, az olajipari cégek, ugye az egyik legjobban támadott ö, ipar, Ipari szegmens a fenntarthatóság és a környezetszennyezés kapcsán. És így belülről látni azt, hogy egy cég hogyan próbál ehhez igazodni, hogyan uh, próbálja a saját hagyományos portfólióját átalakítani egy olyanná, ami zöld és tisztább környezetet tud adni. Ez egy, ez egy nagyon érdekes uh, terület, és amikor konferenciákra jártam a PHD tanulmányaim során, meg hát járok is, akkor néha kaptam ilyen kritikát, hogy számukra ez a téma, ez olyan, mint hogyha egy növényevő, vagyis bocsánat, egy húsevő oroszlánt növényevő oroszlánnál szeretnénk alakítani. Valóban ez ilyen Elég kemény kritikáknak szokott ö, hangot adni ö, a, az előadásom, vagy hangot kapni. De valójában ö, én egyrészt szeretem a kihívásokat, másrészt meg ö, úgy gondoltam, hogy szeretném bemutatni úgymond szakmai szempontból azt, hogy mit jelent egy olajipari cégnek ez a, ez a váltás. Az mellett, ami ugye az Európai Unióban is egy állandó kérdéskör, hogy a versenyképességet hogy tudjuk megőrizni, és ez egy nagyon fontos dolog, vagy az, hogy a mobilitás, tehát az energia a mobilitásunknak az alapja, ahhoz, hogy a, az adott mentő eljusson a kórházba, ahhoz most egyelőre még olajra van szükség, és hogy ez nem csak a vállalatokon múlik, hanem ez egy nagyon komplex mátrixon alapszik, tehát itt a társadalom, úgymond a fogyasztóknak is nagy felelősségük van, borzasztó, nagy felelősségük van a szabályozói, mind a nemzetközi, mint a hazai platformon. És ugye maga a cégeknek és a befektetőknek ezeket így, így közösen kell elemezni, és ezért ilyen izgalmas ez a téma számomra. És innen indult az, hogy ö, itt szeretném mélyen bemutatni, és kritikusan is, tehát nem elvakultan, hogy, hogy akkor azt nézem, hogy persze ezek a cégek változnak, de azt is figyelem, hogy milyen mértékben. Ö, és itt hat céget vettem gorcső alá két nagy vállalatot, az a British Petrol és a Shell, ugye ezek a nyugat-európai nagy képviselik, utána a középvállalkozások közül az ÖNFAUT és a és a mm, Pikien Orland, az olyan fó ugye osztrák, a Pikien Orlant az pedig uh, lengyel cég, ők a középvállalatokat képviselik, és a kisvállalkozások közül a, a Dán Orsted és a Finn Neste céget vettem figyelembe. Amol eleinte benne volt a kutatási uh, esettanulmányaimban, de a professzorok mondták, hogy tényleg próbáljunk a teljes neutralitás uh, függvényében uh, ezt ki kell hagynom. Tehát ezt, ezt, ez egy nem volt kérdés. Próbálkoztam háromszor is, mert nagyon-nagyon szerettem volna. Nyilván a MOL az totál adott volt számomra, hisz ahhoz van a legtöbb hozzáférésem az adatokhoz, de utána sikerült elengednem ezt a témát. Szóval így jött ennek az ötlete. És a, a cikkben, amit most utoljára írtam, mert közben több cikken is dolgozom egyébként még, mert nyilván a lényeg az, hogy ez így folyamatosan fejlődjön, ez a téma, és az egyik cikk után következzen a másik. A, a, a cikk, ami megjelent, ez a, az olajipari cégek úgymond stratégiáját vetette össze, hogy a következő 2030-2050-es. Periódusokra, milyen stratégiai állomásokkal tudják megvalósítani ezt a nedzéró gazdaságot. Tehát a lényeg az, hogy 2050-re nulla kibocsátásunk legyen. Ez a cél. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Bízom benne, hogy a hallgatóknak felkeltettük az érdeklődését annak érdekében, hogy ne csak a versenyszférát, de akár a magán vagy a, vagy a közigazgatást összekössék az akadémiai világgal, és hogy tényleg ők is publikáljanak. Úgyhogy én nagyon sok sikert kívánok a további karriered során. Nagyon szépen köszönöm, és remélem, hogy sikerült motiválnom pár embert arra, hogy ők is elinduljanak akár az akadémiai világba is, amellett, hogy a versenyszférában dolgoznak. Köszönöm szépen! Köszönjük, hogy meghallgatta ezt az MCC podcast epizódot. További híreinket és tartalmainkat megtalálhatja az mcc.hu honlapon, valamint Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon professzoraink, külső szerzőink és diákjaink írásaiért keresse fel korvinák.hu tudásbázisunkat.